Sok szeretettel köszöntök minden drága nyári gyermeket itt a Teóriák házában. Én Détea vagyok, és ez itt a másik oldal. Az előző videóban arra próbáltam választ kapni, hogy hogyan ültessünk varsafát. Most pedig annak jártam utána, hogy miért kellenek a varsafák, miért annyira fontosak, mi a feladatuk és mi közük a másokhoz. Ha titeket is érdekel ez a téma, akkor öveket becsatolni, és kezdjük is. Előjáróban annyit, hogy az itt kifejtett gondolataimat különböző tartalomgyártók elméleteire alapoztam. Mind nagyon-nagyon érdekes, ezért akit érdekel és jó angolos, azok a leírásban megtalálják a csatornáik linkjét. Most pedig tenni fogok egy nagyon merész kijelentést, mely szerint az erdő gyermekei és a varsafák egy azon fajhoz tartoznak, méghozzá különböző életszakaszban. Rengetegen próbálták már megfejteni a varsafák titkát, és azt hiszem rájöttem a válaszra. Az erdő gyermekei életükkel és haláluk után is a varsafákat szolgálják, amolyan örökös körforgásként. A gyermekek, amikor valóban még csemeték, akkor két lábon járnak, vadásznak, és jól látnak a sötétben macskaszerű szemeikkel. Azt is tudjuk, hogy az erdő gyermekei haláluk után a földbe, folyóba, kövekbe vándorolnak. A Sárkányok Tánca című könyvben Bren harmadik fejezetében Jojen azt mondja, az erdő énekeseinek nincsenek könyveik, nincs tintájuk, pergamenjük, írott nyelvük, ehelyett vannak fáik, és mindenek előtt a varsafák. Amikor meghalnak, megtérnek a fához, beleolvadnak annak gyökerébe, ágaiba és leveleibe, és a fák emlékeznek. Minden énekükre és varázslatukra, történetükre és imájukra, mindenre, amit erről a világról tudnak. A mesterek is elmondhatnák, hogy a varsafák szentek a régi istenek szemében. Az énekesek hiszik, hogy valójában a fák a régi istenek. Amikor az énekesek meghalnak, részévé válnak ennek az istenségnek. Kész, most már tudjuk, hogy igazam van, de persze ez még nekem sem elég, és különben is csak vicceltem. Amit Jojen mond, azt viszont később levél meg is erősíti. Hol vannak a többiek? Kérdezte Bren egy alkalommal levéltől. Lementek a földbe, felelte, a kövekbe, a fákba. Mielőtt az elsők megérkeztek, ez az egész föld, amit ti Westerosnak neveztek, a mi otthonunk volt. Bár akkoriban még csak kevesen jártuk a világot. Arra, hogy lementek a kövekbe, majd később még visszatérek. Egyelőre érdemes megjegyezni, hogy maga az egyik erdő gyermeke mondja. Na de lássuk, Louis mester mit mesél az erdő gyermekeiről. Sötét és gyönyörű nép voltak. Termetre kicsik, nem nagyobbak a gyermekeknél, még ha felnőtté értek sem. Az erdők mélyén éltek, barlangokban, cölöp falvakban és titkos favárosokban. Kicsiny termetűek lévén a gyermekek gyorsak és kecsesek voltak. Férfiak és asszonyok együtt vadásztak varsafaíjakkal és repülőhurkokkal. Az isteneik az erdő, a patak és a kő istenei voltak. A régi istenek, akiknek a neve titkos. Bölcseiket zöldlátóknak nevezték, és különös arcokat faragtak a fákba, hogy vigyázzák az erdőt. Hogy meddig uralkodtak itt a gyermekek, vagy honnét jöttek, az senki emberfia nem tudja. Nem tudom pontosan, milyen lánc szemeket gyűjtött össze Louis mester, amíg tanult a Citadellában. És tudom, hogy magyarul fellegvárnak hívják, de szerintem ez hülyeség. Angolul is Citadel, szóval én Citadellának hívom, ha tetszik, ha nem. De egy biztos, hogy nem sok álmatlan éjszakát vesztegetett az erdő gyermekei történelmének kutatására. Na, mindegy. Most már tudjuk, hogy favárosokban éltek, nem nehéz kitalálni, hogy erdőkről van szó. Valami olyasmit kell elképzelni, mint amit a Naviktól láttunk az Avatar című filmben, csak épp pici, barna bőrű, nagy, sárga szemű lények képében. Az előző videóban megbeszéltük, hogy hogyan ültessünk varsafát. Éppen csak az a bökkenő, hogy a paktum utáni időszakról feltételeztem ezt az egész elméletet.
Szóval mi volt akkor, amikor az elsők még nem jöttek át Westeroszra, és az erdő gyermekei uralták a földrészt? Akkor arctalanok voltak a fák? Catelyn gondolataiban erre is találunk választ. A liget közepén egy vén varsafa görnyedt egy kis tavacska fölé, amelynek vize fekete és hideg volt. Ned szívfának hívta. A varsafa kérge fehér volt, mint a csont, levelei pedig sötétvörösek, mint ezernyi véres kéz. A hatalmas fa törzsébe egy arcot véstett. Az arcon méllabús kifejezés ült, a mélyen kivált szemek vöröslöttek a fa nedvétől, és hátborzongatóan ébernek tűntek. Ezek a szemek vének voltak, vénebbek, mint maga Deres. Látták Brandont, az építőt, amint lerakja az első követ, ha a mondák igazak. Látták, amint a vár gránit falai kinőnek a földből körülöttük. Azt mondják, az erdő gyermekei faragták az arcokat a fákba a hajnal évszázadaiban, mielőtt az elsők megérkeztek volna a keskeny tengeren át. Délen az utolsó varsafákat is már 1000 évvel azelőtt kivágták, vagy elégették, kivéve az arcok szigetét, ahol a zöld emberek őrködtek némán. Itt fent északon minden más volt. Itt minden várnak megvolt a maga istenerdeje, minden istenerdőnek megvolt a maga szívfája, és minden szívfának a maga arca. Tehát már az elsők megjelenése előtt is arcokat faragtak a fákra. Azt azért megjegyezném, hogy Martin P.O.V. szereplői nem feltétlenül megbízható narrátorai a történetnek. Megeshet, hogy tévednek, rosszul emlékeznek valamire, vagy nem is tudnak bizonyos részletekről. Gondoljunk csak Sansára, akit Sandor Clegane magával akart vinni a fekete vízi csata során. A későbbi könyvekben Sansa úgy emlékszik, hogy csókot váltott a vérebbel, miközben a fekete vízi csata során játszódó jelenetben erről szó sincs. Így hát vegyük Catelyn gondolatait 50-50 biztossággal, azaz vagy igaz, vagy nem. Egy biztos, a varsafákat az istenerdőkben szívfának nevezik, aminek arca és számtalan véres kézre emlékeztető levelei vannak. Erről Bran így vélekedik. A szívfa mindig megijesztette. A fáknak nem kellene, hogy szemük legyen, gondolta Bran, vagy leveleik, amelyek úgy néznek ki, mint a kezek. Tehát, ha az írás szimbolikáját megvizsgáljuk, egyértelmű, hogy Martin varsafái élők, antropomorf tulajdonságokkal, mint a szív, az arc és a kéz. Számtalanszor úgy írja le Martin az arcokat, mintha valódi érzelmeik lennének. Sőt, bizonyos esetekben át is változhat az arc, például Brenre hasonlít. Vérhulló barlangjában járva látjuk, hogy nem csak ő fogja a fának, hanem sok más erdő gyermeke is, még a régi korokból. Úgy tűnik elsőre, hogy halottak, de amikor Bran Hodor bőrébe bújva elhalad mellettük, az egyik kinyitja a szemét, majd a száját is, mintha mondani akarna valamit. Hodor bőrében a barlangokat járta. Talált csonttal teli kamrákat, a föld mélyébe vívő aknákat, egy helyet, ahol óriási denevérek csontvázai lógtak a mennyezetről. Még a fenelketlen mélységen átívelő keskeny kőhídon is átkelt, és a túloldalon újabb termek és járatok várták. Az egyikben énekesek voltak, ugyanolyan trónon ültek, mint Brinden. Testüket körül és átszőtték a varsafák gyökerei. A legtöbb halottnak tűnt, de amikor elhaladt előttük, kinyílt a szemük és tekintetükkel követték fáklyája fényét. Egyikük kinyitotta, majd újra becsukta ráncos száját, mintha mondani akarna valamit. Ebből én arra következtetek, hogy vagy a varsafát használó korábbi zöldlátókat látjuk, vagy pedig azokat az áldozatokat, amelyek életben tartják a fát, vagy pedig azokat a gyermekeket, akik éppen a fával való egyéválás folyamatában vannak. Az, hogy a gyermekek egy idő után egyé válnak a fával, maga vérholó állapota is gyönyörűen bemutatja. A nagy barlangcsarnokban, a gyökértrónusán ülő félig tetem, félig fa, Brinden nagyúr, sokkal inkább tűnt göcsörtös fából, öreg csontokból és rothadó gyapjúból álló kísérteties szobornak, mint embernek.
Igaz, vérholló hivatalosan nem erdő gyermeke, hanem zöldlátó, de mivel ez a képesség eredetileg is az erdő gyermekeitől származik, és a vérholló erejében nem csak Valír, hanem az elsők vére is folyik, akik köztudottan keveredtek az erdők gyermekeivel a paktum után. Így, ha nagyon akarjuk, akkor tekinthetjük őt olyan egyednek, aki érdemes arra, hogy megtérjen a fákhoz, és velük egyé váljon. Számomra ez egyértelművé teszi, hogy az erdő gyermekei és a varsafák egyazon faj különböző fejlődési szakaszában lévő egyedei. De ha ti másképpen gondoljátok, írjátok meg kommentben a véleményeteket. És ha már ott tartotok, akkor egyúttal fel is iratkozhattok a csatornára a kis csengő bekapcsolásával, hogy mindenképpen értesüljetek róla, ha új videót osztok meg. Ha ez megvan, akkor vizsgáljuk meg, hogy mire jók a varsafák. Azt már tudjuk, hogy őrzik az emlékezetet, a gyermekek tapasztalásait, varázslatait. Azt is tudjuk, hogy a zöldlátók arra használják, hogy a múltba tekintsenek, illetve nagyon erős a gyanú, hogy a jelent is befolyásolni tudják úgy, hogy a fákon keresztül kapcsolatba lépnek az arra érzékenyekkel. Erre például Brennan kívül Rickon, Euron Greyjoy, Jaime Lannister, Jon és Rick is tapasztalja valamilyen módon ezt a mágikus hatást. Mindegyikükre szeretnék egy-egy videóban részletesen kitérni, most egyelőre elég annyi, hogy vagy álmokon, vagy imádság közben érzékelnek ezek a szereplők valamilyen különleges dolgot a fákkal kapcsolatban. Tehát egyfajta könyvtárként és postaként üzemel, lehet velük üzenni álmokon keresztül, és visszakereshetőek olyan múltbéli események, amelyek varsafa közelében játszódtak. Én azt gondolom, hogy a varsafák nem csak erre jók, hanem arra is, hogy a másokat és élőhalott csatlósaikat távol tartsák a fától. Nyilván elengedhetetlen hozzá a gyermekek mágiája, hiszen vérhulló barlangjába se tud belépni egyetlen élőhalott sem. De van még egy nagyon érdekes funkciója, az pedig a bőrváltás képességének megtörése. Amikor Bran Hodor testében akar bejutni a barlangba, Hodor elméje kiveti őt onnan. Érezte, hogy megtántorodik, és hallotta Hodor üvöltését. Hodor! A barlangból hullók felhője röppent ki, és látott egy kislányt, aki fákjával a kezében hadonászott. Bran egy pillanatra azt hitte, a nővére Arya az. Persze nem lehetett, hiszen Arya több ezer mérföldre van tőle, vagy talán meg is halt. És mégis ott volt, gubancos haja, lefogyva, rongyosan táncolt a havon. Könnyek szöktek Hodor szemébe, és rögtön meg is fagyta. Minden összekavarodott, felfordult, és Bran ismét a saját bőrében találta magát. Félig betemetve a hóval. Az égő lidérc ott tornyosult fölötte, még a hólepte fákhoz képest is hatalmasnak tűnt. Nem visel ruhát, ismerte fel Bran egy pillanattal azelőtt, hogy a legközelebbi fa lerázta magáról a havat, és az összes a fejére zuhant. Amikor magához tért, már vastag tűlevél ágyon feküdt, sötét kő mennyezet alatt. A barlang? A barlangban vagyok. Milyen ismerős, mintha történt volna már valami hasonló ilyesmi a történetben. De mikor is? Ja, igen, a sárkányok tánca prológusában, amikor a haldokló hadbőrű Varamir gondolatait olvassuk. Legutolsó halálát tűz okozta. Elégtem. Zavarodottságában először azt hitte, egy íjász a falról lángoló nyilvesszővel talált el. Csak hogy a tűz belő volt, onnan borította el. És a fájdalom. Varamir korábban már 9 alkalommal meghalt. Egyszer dárda döféstől, egyszer egy medve fogaival a nyakán, egyszer pedig vérözönben, amikor világra hozott egy halott kölyköt. Az első halálát 6 éves korában élt át, amikor apja fejszéje bezúzta a fejét. Ám még az sem volt annyira fájdalmas, mint a zsigereiben képződő tűz, ahogy végignyalja a szárnyait és elemészti. Amikor megpróbált kirepülni belőle, rémülete még feljebb szította a lángokat, és még forróbban égett tovább. Az egyik pillanatban még a fal felett keringett, s a szemével a lenti mozgást figyelte, aztán a lángok fekete salakká változtatták a szívét,
és a tudata sikoltva tért vissza a saját testébe. Egy időre elvesztette az eszét. Már az emlék is elég volt hozzá, hogy megborzongjon. Ez a rész arról szól, amikor Varamir még Mance Rayder ember volt, és miután John megölte Orelt, a varg vadat, Varamir Orel sasának bőrét vette fel. Varamir érezte a sas gyűlöletét John iránt, ami valójában Orel lelkének megmaradt gyűlölködő darabkája volt a madárban. Varamir a fal északi oldaláról vargolás során át akart repülni a fal déli oldalára, de a sas, aminek a bőrébe bújt, egész egyszerűen lángra kapott és elégett. Na várjunk egy pillanat, de hiszen a fal és a varsafa nem ugyanaz. Gondolhatjátok, és igazatok is van. Csupán arra akarok rávilágítani, hogy hasonló mágia van a falban, mint ami vérholló barlangját védi a másoktól és az élő halottaktól. És mivel állítólag építő Brandon a gyermekek és óriások segítségével emelte a falat, melyekbe ősi mágiát szőttek, ezen egyáltalán nem kell csodálkozni. Mondok még egy megdöbbentő dolgot. Mégpedig azt, hogy nem véletlenül van Évárban az a bizonyos fekete kapu, amit az előző videómban is emlegettem már. Az a kapu valójában egy ősrégi varsafa arca, amelynek az éjjeli őrség esküjének egy részletét kell elmondani ahhoz, hogy kinyíljon. Ha más összekötő pont nincs is vérholló barlangja és a fal között, a fekete kapu minden bizonnyal az. Létezik még egy mágikus hely Westeroson, amiről biztosan tudjuk, hogy a varsafák és az erdő gyermekeinek mágiája miatt nem igazán lehet átlépni a határát. Ez pedig az arcok szigete. Aki megkívánja közelíteni, annak a csónakját különös áramlatok térítik el, vagy varjak kergetik vissza a partra. A történetben talán egy-két embernek, ha valaha sikerült lábat vetni a szigeten, az nagy szó. Ezek közül az egyik állítólag Howland Reed, Jojen és Mira apja, aki egy kulcsfontosságú szereplő, még ha a sorozat szinte abszolút ki is hagyta a személyét. Az örömök tornya jeleneténél ő az, aki hátulról halálra késeli Sir Arthur Dane-t, és megjegyzem, egyáltalán nem méltó, és nem is jellemző egy Reedre, hogy hátulról támadjon. És mivel a sziget hemzseg a varsafáktól, véleményem szerint ez a jelenség sem meglepő. Nos, ha ilyen jó kis tulajdonságai vannak a varsafáknak, akkor ez azt jelenti, hogy minden várnak megvolt a maga isten erdeje, minden isten erdőnek megvolt a maga szívfája, tehát minden várat védelmezett egy-egy ilyen varsafa? Ha ez így van, akkor feltételezhetjük, hogy a deresben található varsafának is hasonló tulajdonságai vannak, vagy lehettek? A kérdés az, hogy működik-e még a mágia, és ha igen, akkor honnan nyeri a varsafa az erejét? Ezt a kérdést hagyom lógni egy kicsit a levegőben, amíg kitérek arra, hogy a gyermekek levél szerint lementek a földbe, a kövekbe. Tudjuk azt, hogy Derens kriptái fontosak, főleg azért, mert több különös esemény is játszódik itt. Tudunk arról is, hogy a kripták hosszú, ősi folyosókba torkollanak, és egyes részei már beomlottak és megközelíthetetlenek. Ahogy haladsz beljebb, úgy egyre régebbi és ősibb királyok szobrait láthatod. Ami egyébként fura, mert ha én csinálnék kriptát, akkor úgy haladnék befelé, hogy egy-egy újabb halott királyt egyre beljebb és beljebb temetném, de ez én vagyok, és az én véleményem nem számít ebben a kérdésben. Főleg mivel szerintem jó oka van annak, hogy az ősi királyok sírja messze a kripták mélyén van. Na jó, de hol van a kripta legősibb része? Szerintem, és most doppergést kérek. A legősibb része pont az istenerdő szívfájának gyökerei alatt van. És bár Kathleen szerint ez a fa látta, ahogy építő Brandon leteszi Deres első köveit, azt gondolom, hogy ennek a varsafának a gyökereiben a Stark ház alapítója ül gyökér trónusán, és őrködik már több ezer éve. Akik pedig utána következtek, kőszobrokat kaptak sírhelyeikre, ölükbe vaskardot helyeztek, hogy távol tartsák az ártó szellemeket. Sőt, mi több, Martin rendszeresen úgy jeleníti meg a felsőbb, friss szinten lévő szobrokat a kriptákban, mintha élnének. Szemükkel követnék az előttük elhaladót. A Deres alatti kriptában lépkedett, ahogyan már ezerszer az előtt. A tél királyai követték őt jeges szemükkel.
A lábaiknál heverő rémfarkasok pedig utána fordították kőfejüket és rávicsorogtak. Óhatatlanul is eszünkbe juttatja a varsafák mágikus mi voltát. Ugyanúgy mozdulatlanul állnak és figyelnek, mint a kriptákban lévő kőszobrok. És ugyanúgy az a céljuk, hogy távol tartsák az ártó szellemeket. Vagy a másokat. Vagy az élő halott csatlósaikat. És akkor most jól levonom a konklúziót, és adok nektek egy kis gondolkodnivalót. Szerintem a fal varsafák sorából áll. Azért kellenek a varsafák, hogy védelmet nyújtsanak, és ha eljön újra a hosszú éj, a fák segítségével visszakereshető legyen, hogy hogyan bántak el a másokkal az előző alkalmak során. Mert hogy nem csak egy hosszú éj volt a történelem során, hanem több is. De erre a következő videómban fogok részletesen kitérni. Addig is, ti mit gondoltak? Szerintetek, hogy értette levél, hogy a gyermekek lemennek a földbe, a kőbe, a fákba? Írjátok meg kommentben, és találkozunk a következő videóban. Vigyázzatok magatokra, és Valar Morghulis!